Andorra a gimnáziumban osztálytársak voltunk, és hát közös volt a vállalkozások világa, meg a környezetvédelem. Akkor ott kezdtünk ilyen problémákról beszélni, amik még megoldásra várnak. Beszéltünk arról, hogy milyen problémák vannak az aeroszolos dezodorokkal, és ugye erre kínáltok ti egy megoldást. A Rispray alapvetően egy újra tölthető fújós dezodor megoldás, ami egy újra tölthető dezodorpalacból és egy újra automatából áll. És utána a következő évben ugyanúgy legyártják ezt az alumínium mennyiséget, ami azért nagyon bosszantó, mert az alumínium önmagában egy olyan anyag, amit tök jól lehet újra Uh -huh. Nagyon hatékonyan. Miért éri meg ez, nem csak a fogyasztónak, mert a fogyasztónak én azt gondolom biztosan megéri, főleg, hogyha fenntartatóságról beszélünk, de miért volt az, hogy egy ekkora cég azt mondja, hogy tudjátok, mit csináljuk, kockáztassunk és, és próbáljuk meg? Sziasztok! Köszöntöm ismét a Petőfi Rádió hallgatóit, illetve a Grindex.hu YouTube csatornájának a nézőit. Ez a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora, és hát egy mai napon egy magyar találmányt köszönhetünk, illetve a feltalálóit, Zámbó Gergely és Réti Andor, és hát a Rispray-ről beszélünk, ami elsőre, hogy megfogalmazzam a hallgatók számára, hogy, hogy lehet, hogy furcsa a lelkesedésem, mert nyilván nem azt találtátok fel, hogy hogyan fogunk jövőben a Marsra eljutni, de szerintem egy óriási találmány, és az úgy újratöltésről van szó, de hát mutassátok be kérlek szépen ezt a vállalkozást, srácok. Ja, bocsánat, és én Puskás Dalos Peti vagyok, előadóművész, és itt van velem a GreenDex.hu újságírója. Novák Zsambor, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Köszöntünk mindenkit, és akkor srácok, meséljetek egy kicsit erről, hogy mi is az a respray, mit kell tudnunk róla. Mi is köszöntünk mindenkit. A Rispray alapvetően egy újra tölthető fújós dezodor megoldás, ami egy újra tölthető dezodor palacból és egy újra töltő automatából áll. Tehát ezek az automaták drogériákba és szupermarketekbe lesznek kiezve, ahol a vásárok saját maguk tudják újra tölteni a palacjaikat. Ja, hát így, igen, ezért is mondom, hogy egy elsőre gondolom egy laikus hallgató számra, hogy ja, hát újra töltés, hát oké, okay, ebben milyen, milyen a nagy találmány, de hát egy csomó dolog van, nem, amit ebben azért, azért ki kellett találni, hogy ez hogyan működjön egy olyan világban, ahol gyakorlatilag mindent becsomagolunk, tehát még a legapróbb szemeket is becsomagoljuk. Abszolút, hát ez már egyre több terméknél ezek kezd megjelenni az újratöltés, viszont főleg ilyen fújós dezodor, meg aeroszol termékeknél ez még abszolút nem volt sehol mert ezeknek az újrahasznosítás is nagyon problémás, a bennük maradó túlnyomás, meg az általában használt propán butángázok gázok miatt, amik robbanás veszélyesek. és akkor mi erre a, megoldás, vagy erre a problémára kerestünk egy megoldást, és arra gondoltunk, hogy ez a vásárlói közepben történő töltés lesz az, hiszen a vásárlók már más termékeknél elkezdték megszokni ezt a modellt, és arra gondoltunk, hogy akkor ezt a nagy környezeti lábnyommal bíró arra szólos termékekre is kiszeretnénk terjeszteni. És ez mekkora probléma egyébként? Azt mondod, hogy nagy környezeti lábnyomot okoznak az aeroszolós termékek, de ezt mégis hogyan tudnánk kontextusba helyezni? Egy szoros palacknak nagyjából, ha a CO2 lábnyomát nézzük, az 450 g CO2 tesz ki. Nagyságrendileg Európában 1,8 milliárd dezodoros palackot használnak el az emberek évente. Ez csak Európában? Csak, csak Európában. Európában. Ez nagy, nagyjából hat eiffel alumínium és mivel ezeket nagy rész nem hasznosítják újra, ez a hat Eiffel toronyi alumínium, amit egyszer legyártottak, az egyenesen megy vagy a szemétégetőbe, vagy a szemétlerakóba. És ezek elégetésre kerülnek és utána a következő évben ugyanúgy legyártják ezt az alumínium mennyiséget. Ami azért nagyon bosszantó, mert az alumínium önmagában egy olyan anyag, amit tök jól lehet újrahasznosítani, mm -hmm. nagyon hatékonyan, viszont mivel veszélyes hulladéknak minősülnek a nyomás miatt, a, illetve a veszélyes hajtógáz miatt ezek a termékek, ezért a kommunális hulladékkal elégetik őket, akkor is, hogyha a fogyasztók például szelektíven gyűjtik őket. Tehát a szelektívből kiválogatják őket, átrakják őket a vegyes hulladékba, és elégetésre kerülnek. Tehát ez a, ez a nagy problémája az arra termékeknek. Akkor végül is egy olyan terméket, ahol rengeteg mindent kellett megoldani. Tehát tényleg nem csak annyi volt, hogy hát akkor lecseréljük egy vászonzsákra, és akkor hozzátok vissza a vászonzsákotokat, hanem itt biztonság technikai dolgokat kellett megoldani. Hogy hogyan kezdtetek bele, vagy, vagy ezek a folyamatban egyszer csak rájöttetek ezekre a. Igen, dolgokra? tehát amikor igazából mi elkezdtük ezt az egészet, akkor azt láttuk, hogy van egy ötletünk, tehát azt elkezdtük megkeresni így a, nyilván az interneten, és azt láttuk, hogy még senki nem talált erre megoldást. És nekünk nem tűnt egy olyan elképesztően bonyolult dolognak, és ezért gondoltuk, hogy majd már erre fogunk hozni egy megoldást. De akkor még nagyon sok olyan problémát, ami időközben feljött, nem láttunk előre. Valószínűleg ezért se kezdtek be nagyon sokan egyébként ennek a problémának a megoldásába, mert ők előre látták már ezeket a problémákat. Hát mi ott voltunk 19 évesen, és abszolút nem értettünk még ehhez az egészhez, viszont belekezdtünk, és közben jöttek ezek a problémák, és ezeket egyesével mindig megléptük. Szóval nagyjából ez volt így a folyamat. Igen. Bocsánat, mert csak azt is tisztázzuk, hogy egyébként mit tanultok, tehát hogy mivel kezd... tehát hogy nem gondolom, akkor nem tráma körön tanáltátok ki ezt. Nem, nem. Alapvetően Andorra a gimnáziumban osztálytársak voltunk, és hát közös volt a vállalkozások világa, meg a környezetvédelem. És akkor ott kezdtünk ilyen problémákról beszélni, amik még megoldásra várnak, és utána én a Korminuszra mentem tovább pénzügy számítást tanulni, Andor pedig a BMR-re gépészmérnöknek tanulni, és ott az egyetem első fél éve vébe jött igazából a az ötlete. Szóval Andor képviseli így a műszaki szaktudást, én meg inkább az üzleti szaktudást a csapatban. Na hát ez elképesztő, ez szuper páros vagytok, nyerő páros, de nyilván nem abban az értelemben. De, 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 de amikor elkezdtétek csinálni, egy hány éves folyamatról beszélünk? Hát most már három éve foglalkozunk a, a rispre tehát először az első Accelerator programunkban a rispray az 2020 tavaszán jelentkeztünk, és 2020. szeptemberében indítottuk el az első befektetésbe a céget, és azóta történik igazából ez a műszaki fejlesztés. De akkor azért mondhatjuk, nem, hogy azért elég gyorsan eljutottatok egy, egy ilyen jelentős sikerig. Hiszen három év, én azt gondolom, az ilyen, főleg amikor ilyen sok ö, probléma ö, jön szembe velünk, akkor, akkor azért azt gondolom, hogy azért ez több év, sokkal több év, mire eljuthatsz odáig, hogy így a nagy közönség elé, elé oda lehessen rakni a terméket. Igen, hát alapvetően szerintem mi úgy így, hogy benne voltunk a folyamatban, nekünk azért ez hosszú idő volt, főleg ilyen fiatalon, de egyébként meg gyorsan el is röppent, ha úgy nézzük, mert ugye folyamatosan volt valami, amit meg kellett oldani, folyamatosan jöttek a kihívások. Azért részünkről volt egy időkényszer is, mert ugye amikor megalapítottuk a céget, akkor ezt a céget ez pénzügyileg is, meg minden egyéb módon fenn is kellett tartani illetve mindenképpen azt szerettük volna, hogy a lehető legtöbb emberhez a leghamarabb eljutassuk ezt a megoldást, hiszen így tudjuk a legnagyobb pozitív hatást gyakorolni kozmetikai iparágra. Tehát alapvetően tényleg utólag visszagondolva azért gyorsan elröppent, de nagyon sok kihívás volt időközben. Jó, még beszélgetünk a kihívásokról, mert azt gondolom, hogy nem csak tényleg fizikai kihívások voltak, hanem emberi kihívások is ebben, az, ebben a három évben. De most elmenjünk egy rövid szünetre, de hamarosan folytatjuk a holnap után a fontú fenntartatósági műsorát. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégeink pedig Réti Andor és Zambó Gergely, a Rispray alapítói. És hát itt az előző részben már egy kicsit beszéltünk arról, hogy milyen problémák vannak az aeroszolos dezodorokkal. És ugye erre kínáltok ti egy megoldást, és nekem nagyon megfogta a fantáziámat, hogy ugye nem lehet újra hasznosítani a ma használatban lévő dezodorokat azért, mert hogy propán bután hajtógáz van benne, és ez veszélyes. Viszont akkor gondolom, hogy a ti megoldásotokban valamilyen más hajtóanyagot használtok. Erről tudtok egy kicsit? Abszolút, igen. A mi dezodorunk az sűrített levegővel működik. Ez volt az első legfontosabb kihívás talán, amit le kellett küzdenünk, hogy a hagyományos dezodoroknak a fújás élménye az a propán bután hajtógáznak köszönhető és viszont nekünk nem is volt opció, hogy mi ilyen hajtógázt használjunk, hiszen vásárlói közegben ezt nem lehet újra tölteni. Ez olyan veszélyes ez a töltési folyamat, hogy az aeroszol üzemekben ez egy külön szobában történik a gyáretségen kívül, úgyhogy ez Értem ezt nem tudtuk bevinni vásárlói közegbe, úgyhogy más hajtógázok meg mechanizmusok felé néztünk. És akkor ott találtunk egy olyan új innovációt az aeroszol iparágon belül, ami lehetővé tette azt, hogy sűrített gázokkal is hasonló spray hatást tudjunk elérni, mint a hagyományos propán gázokkal. Úgyhogy mi ezt a technológiát felhasználva a sűrített, sűrített gázos hajtógáz köré építettük tulajdonképpen az automatánkat. Tehát akkor tulajdonképpen a gyártók ma még azért nem használják ezt, és azért inkább propán butánt használnak, mert ez egy ennyire új technológia? Ez egy nagyon új technológia, és valamennyivel komplexebb is így az aeroszol palacnak az alkatrésze, meg, meg drágább is van mennyivel, úgyhogy még azért lassú az átállás, de már lehet találkozni a piacon olyan termékekkel, például amik sűrített nitrogénnel, tehát sűrített gázokkal működnek, csak ez lassan terjed el ez a megoldás. Én csak annyit akarok kérdezni, hogy mondhatok, hogy drágább, de ezt most én, én hogy képzeljem, hogy mennyivel drágább, hogy 2 forint helyett 4 forint, vagy kettő forint helyett 200 forint. Hát szerintem egyébként hasonlóan még 10 forint, helyett 20 forint, tehát ez a, ez, a, ez a nagyságrend, ugye ezek még mindig csak csomogoló anyagok, tehát ezek mm -hmm. alapvetően kis nagyságrend, és nem elképesztően drágák, csak ez a, ugye a nagy gyártóknak, akik már Aha. ilyen milliárdos mennyiségeket gyártanak, ez szintén fontos. Aha. Jó, erre voltam kíváncsi egyébként, mert én sokszor azt látom, hogy tényleg, hogy néha ilyen pici százalékokon akad el a fenntarthatóság, de hát akkor ezt végül sikerült megugrani ezt is. És hát akkor gondolom, vagy bocsáss meg, Zsombor, hogy a technikáról akarsz -e még kérdezni. Esetleg, Abszolút, tehát engem nagyon akkor érdekel. Akkor hogy... mert igen, akarom elvenni tőled, mert láttam a szemeden a csillogást. Szóval engem nagyon érdekel az, hogy maga a metódus hogy néz ki, ez az egész újratöltés dolog, meg egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni, hogy én, mint vásárló, hogyan tudom ezt... Megtenni. Hát a vásárló oldaláról ezt, 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 úgy kell elképzelni, hogy amikor bemegy a, az üzletbe a vásárló, ott lesz ez az újra töltő automata, és az automata mellett ott lesznek az üres palackok. És már az első alkalommal is a vásárlónak kell újra tölteni a palackot. Ez nekünk azért fontos, hogy ezzel is már edukáljuk az embereket az újra töltés folyamatára. De egyébként ez nagyon fontos volt nekünk, hogy maga az újra töltés egy elképesztően egyszerű dolog legyen, hogy itt ne veszítsünk el a vásárlókat azáltal, hogy nem tudják, hogy hogyan kell kezelni a gépet, meg minden ilyesmi. Szóval az újra töltés igazából csak annyiból áll, hogy a, a vásárló leveszi a kupakot és a szórófejet a palackról, bejehez gépbe a palackot, megerősíti az újratöltést, illetve a vásárlást, a gép nagyjából 40 másodperc alatt feltölti a palackot az adott illattal, utána visszarakjuk a szórófejet és a kupakot, és már mehetünk is a kasszához kifizetni a feltöltést. Tehát egy viszonylag egyszerű folyamatról beszélünk. Nyilván közben a háttérben a gépen belül sok minden történik, de ez nekünk hosszú távon is nagyon fontos, hogy minél rövidebb, minél egyszerűbb legyen maga a folyamat. És az újratöltésnél, mert ugye feltételezem, ez is végül is egy túlnyomás palackról beszélünk, vagy nem palack, hanem vagy palack? Palack, igen, Tehát végül is egy túlnyomásos palackról beszélünk. Tehát, hogy honnan tudom, hogy teljesen kiürült és biztonságosan kinyithatom? Ezt nem is kell igazából kinyitni, tehát azon a ponton, amikor már nem jön belőle több dezodoranyag, akkor vissza lehet vinni, és az automata meg föltölti úgy, hogy legyen benne megfelelő mennyiségű illatanyag és megfelelő mennyiségű sűrített levegő, úgyhogy utána megint egy teljes dezodort kapjunk. Igen, tehát a tetején van egy szelep, ami igazából zárja a, a történetet, és az, az újra töltés közben nyilván kinyílik, mert az azon keresztül tudjuk feltölteni a palackot, de a vásárló ezt nem tudja uh, kinyitni. Uh, tehát ez nem lesz veszélye kvázi a, a vásárlóra. Hányszor tudjuk, tudjuk újra tölteni? és jelenleg ötször lehet feltölteni ezt a palackot. Tehát, hogyha uh -huh. az első alkalommal megvásároljuk a palackot és az első feltöltést, akkor még négyszer vissza lehet vinni a boltba. És a palackot, ahogy kérdezted, ez is egy fontos kihívás volt, hogy egyébként a legtöbb hagyományos dezodornál ilyen elképesztően vékony palackokat használnak, amiket a nyomás kinyom, ezért is, hogyha a figyelmesek, akkor észrevehetik, hogy ha teljesen elhasználják egy dezodort, akkor marokkal kézzel is már össze lehet nyomni egyébként a, 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 nyomás hiánya miatt ezeket a palackokat, és mi ezért sokkal vastagabb palackot is használtunk, hogy bírja az újratöltéseket, bírja a hosszú élet ez is egy fontos innováció volt így a technológiai oldalra. És ez az öt, ez most egyelőre a, maximum, vagy, vagy a, a biztosított, vagy ami, ami kipróbálás alatt van, vagy ebből lehet majd többet is? Tehát gondolkodtak egy esetleg több feltöltésben. A későbbiekben azt majd ö, fogjuk tudni növelni, ez első körben ez egy ilyen minőségbiztosítási Aha. limit, hogy, ö, hogy ne legyen az, hogy már egy ember öt éve ugyanazt a palackot használja, mert még ezt, ez egy új terep, ez még ismeretlen, hogy ott hogy fog viselkedni. Úgyhogy ezért van ez a biztonsági limit. Egyébként egy feltöltés az sokkal tovább tart, mint egy hagyományos aeroszolnál. Tehát több, sűrűbb az dezodor illatanyag benne, ezért tovább tudja használni egy felhasználó. Ugye ez az öt feltöltéssel közel egy évig, 8-10 hónapig simán tudja használni Tényleg? Igen. Igen. Hát nekünk azt látni, hogy nekünk azért itt a laborban voltak több száz alkalommal újra töltött palackjai, palackjai amiket le? használtunk. Igen, Igen. tehát hogy azért a limit hosszú távon az ennél jóval magasabb lehet. Ez az öt, ez egy, tényleg egy, egy olyan biztonsági limit, amivel tudjuk azt garantálni, hogy ne legyen változás a vásárlói élményben, meg a fújás élményben. És akár más illatokat is tehetek majd későbbiekben bele? Egy palacnakba egy illat fog kerülni. Ez azért van, mert valamennyire, valamennyi illat mindig marad a palacban, és hogy beletöltenénk egy másik illatot, akkor meg lenne az esély annak, hogy keveredik, és mondjuk egy nem annyira kellemes termék lesz a végén. Úgyhogy a felhasználó úgy tud igazából illatot választani, hogy a polcon a három különböző, jelenleg három illattal működik ez a gép. Mindegyik illatnak van egy saját design címkéje, ugyanúgy, mint a jelenlegi termékeknél is. És az alapján, amilyen címkéjű, meg dizájnú, palackot levesz a polcról, az bejezi a gépbe, a gép azt felismeri, és egy annak megfelelő illatot fog beletölteni. És a későbbiekbe is mindig egy pont megfelelő illatot tölt bele a gép. Igen, viszont az, az nagyon szintén hosszú távon egy nagyon fontos cél, hogy ezt az illatpalettát tudjuk bővíteni. Tehát, hogy ne három illat legyen egy gépbe, mert az nem fog tudni hosszú távon versenyezni azzal, hogy egy drogéria 50-60 illatot egy ugyanakkor a polc helyre odarak. Mi ez, ezzel tehát 50-60 illatot mi nem fogunk tudni belerakni egy gépbe, tehát van egy limit. Ezt most úgy látjuk, hogy hosszú távon olyan 8-10 illat körül lesz, amit egy gépbe bele tudunk majd rakni nagyjából. Ugye műsorra készülve megnéztem a közösségi oldalatokat, és ott észrevettem egy kommentet, ami igazából arra volt kíváncsi, hogy egy ismert Dezodor márkának az illatát vajon felfedezheti-e majd a későbbiekben a gépben. Tehát, hogy mondjuk más gyártókkal is együttműködtök-e, mert most, ha jól tudom, egy, egy, adott drogéria a termékeivel töltitek újra a, Dezodorokat. Igen, jelenleg egy drogérialáncok a saját márkáját töltjük újra, a későbbiekben viszont ő mindenképp cél lesz, hogy minél több márkának, minél több illatát is be tudjuk rakni ezekbe a gépekbe, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a megoldást. És ennek a bizonyos márkának amúgy miért tetszett meg ez az ötlet? Hiszen gondolom, tényleg annyi mindenre kell figyelniük. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy végül is van ez a gáz, amit mi magunkra fújunk, ez a 20%-a a költségeknek, minden más ott van a, a, csomagolás, a PR tevékenység, a formatervezés, mivel tudja becsalogatni a, 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 fogyasztót, hogy végig az ő márkáját válassza. Tehát miért éri meg ez? Nem csak a fogyasztónak, mert a fogyasztónak én azt gondolom, biztosan megéri, főleg, hogyha fenntartatóságról beszélünk, de mi miért volt az, hogy egy ekkora cég azt mondja, hogy tudjátok mit, csináljuk, kockáztassunk és, és próbáljuk meg. Ami talán a legnagyobb ütőkártyánk volt, hogy ez egy világinnováció. Tehát sehol a világon nincsen még ilyen megoldás, nincsen újra tölthető fújós dezodor. És ezt elő adni úgy, ami teljesen igaz is, hogy ez egy magyar innováció, ez egy, ez egy magyar találmány. Itt kerül először bevezetésre az egész világon, és ez egy hatalmas PR-érték is, és egy nagyon jó kommunikáció a vásárlók felé. Ezen felül, ami egyébként hosszú távon nekünk értékajánlatunk ezeknek a partnereknek, mi ugye nem szeretnénk egy saját dezodor márkát létrehozni, hanem már jelenleg is működő dezodor márkákkal szeretnék a megoldást a piacra dobni, hogy ezt korábban is említettük, ami nekünk hosszú távon egy, egy nagy értékajánlat, hogy azzal, hogy újra használjuk a palackokat, kvázi költséget is csökkentünk, mert ugye ezt a csomagolást, ezt nem kell megvásárolni a márkáknak se újra meg újra, és ezzel önköltséget is tudunk csökkenteni. Tehát az újratöltéseken kvázi már nem kell kifizetni a csomagolásnak az árát, csak az illatanyagnak az árát, és az azért elképesztően fontos, mert a legtöbb kozmetikai terméknél, ezt nem is gondolnánk, de a legtöbb kozmetikai terméknél a költség nagyjából 50%-a az maga a csomagolás. Tehát amikor veszünk egy sampont, egy tusfürdőt, bármi más, a csomagolás az, ami az előállítási költség nagyjából fele, és mivel az arról termékeknél alumínium Arról beszélünk egy bonyolultabb összeszerelési folyamatról beszélünk, ez még 50%-nál is több. És ezt a költséget mi kiszedjük azzal, hogy a csomagolást többször használjuk. Tehát ez az, ahol a környezetvédelmi fenntartatóság találkozik a üzleti fenntartatósággal is. Egészen elképesztő ez az adat. adat, mert jó, mondjuk egy kicsit csaltam abból a szempontból a kérdésnél, hogy ott voltam a bemutatón, és ezt, ez már egy elmondták. de gondoltam, hogy tudja meg a nagyvilág, hogy, hogy egyébként néha azt gondolom, hogy idióták vagyunk, nem? Tehát, hogy végig is elköltünk kétszer annyi pénzt csak azért, hogy hogy néz ki a csomagolás, vagy mi fogyasztók és hogy jó, hát ez szebb ez a csomagolás, meg mi az, hogy forma tervezése van, miközben egy csomó pénzt tudnánk spórolni ezzel. És az a helyzet, hogy ez nem csak a márkáknak lesz egy költségcsökkentés, hanem ez meg tud jelenni a vásárlója oldalon is, tehát az újratöltések, azok kedvezményes áron tudnak menni. Így amellett, hogy egy fenntartató megoldást választ a vásárló, az, hogy visszahozza a palackát és újra tölti, még igazából a pénztárcájának is jobb lesz. Itt is tudunk ilyen százalékot mondani, hogy kb. megnyit spórolok egy feltöltéssel? Hát most, most, jelenleg 5,99, tehát 600 forint egy első vásárlás, amikor a vásárló megvásárolja a palackot és az első feltöltést, és 2,99, tehát 300 forint az újra töltés, tehát van egy 50 százalék. nagyjából 1500 forintból egy évre meg vagyok. Most itt gyors felszámolással nyilván nem pont. Nagyjából nem. igen. Nagyjából <laughs> Elképesztő. igen. És hát végig is azt is megoldottátok, hogy ettől függetlenül mindig beszélünk arról, hogy azért a cégek arra törekednek, hogy minél többet vásároljunk, tehát végis itt még a vásárlási élmény azért megmarad. Tehát ettől függetlenül azért vásárolsz és költöd a pénzedet és fogyasztasz. Tehát, hogy win-win helyzet. Jó, akkor most elmegyünk megint egy rövid szünetre, de aztán beszélünk még win-win helyzetekről, mert én bízom benne, hogy, hogy van egy víziótok ezzel kapcsolatban, hova tud fejlődni még ez a cég, vagy egyáltalán ez a gondolkodás. Úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk itt a Petőfi rádió a Grindex.hu műsorát a holnap után. Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégeink pedig Réti Andor és Zámbó Gergely, a Rispray alapítói, és az adás eddigi részében ugye a ti innovációtokról beszéltünk, ami egy világinnováció, hogy tulajdonképpen a dezodorokat, amik most már tudjuk, hogy nem újrahasznosíthatóak, egy újrahasznosítható megoldással, egy újrafeltölthető megoldással váltjátok ki. És ugye azt mondtátok, hogy három éve indultatok, és most már több helyen is elérhető a megoldásotok az országban. Majd erről egy picit térjünk ki, hogy pontosan hány helyen, meg hol, de hogy mi a távlati célotok, mit szeretnétek elérni, mi lenne a cél? Igen, hát alapvetően most egy budaörsi drogéri üzletben elérhető az újra tölthető dezodor, viszont hamarosan két további budapesti belvárosi üzletben is fogunk kihelyezni két gépet, ahol lehet majd kapni ezeket a termékeket. Ezzel a három géppel fogunk elkezdeni egy, egy tesztidőszakot, ahol tesztelni fogjuk a, magát a technológiát, az üzleti modellt is, és a vásárlói visszajelzéseket. És hogyha ez a teszt is sikeres, akkor szeretnénk lokálisan is Magyarországon minél több üzletbe jutatni a megoldást, majd külföldre is tovább vinni. És, és vannak érteklődések, tehát vannak már most visszajelzések ezzel kapcsolatban, hogy, hogy híre mentenek az innovációnak? Absz abszolút vannak visszajelzések külföldről is. Ö, látszik, hogy ez az aeroszoliparágat meg a hagyományos fújós dezodoroknak az iparát, ez megmozgatja ez, a, ez az innováció, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt nagyon hamar majd minél több helyre külföldön is el fogjuk tudni vinni. És, és de, de, honnan hallottak róla? Tehát, hogy van az euroszolóknak valami szakszervezete, vagy, vagy ez hogy van? Igen, hát alapvetően ugye Lindgren is híre ment a dolognak, ami Aha. angol nyelven is uh, uh, írtak magáról az ötletről, és hát az AROSZOL szövetségtől is kaptunk közvetlenül megkerestést, illetve a, a, a brit... Tehát van az a FEA, ami a Nemzetközi Arosz Szövetség, és a Brit Arosz Szövetségtől is külön egészen vezetői szintről kaptunk megkereséseket arra vonatkozóan, hogy meséljünk el nekik, hogy pontosan mi is ez az egész dolog, mert hogy ők már nagyon régóta vizsgálják ennek a lehetőségét, viszont látták, hogy mi meg ezt megvalósítottuk, és hogy nagyon gratuláltak is, illetve mondták, hogy szeretnék, hogyha megmutatnánk nekik személyesen is majd ezt a Énne? megoldást. Igen. Hát ez csodálatos. Már előre is gratulálok hozzá. De igen, nem kell elárulni titkokat, hogy mire készültök, meg hogy hol, hol lehet még ezt felhasználni, de hogy esetleg vannak -e, eb, tehát ilyen, olyan tervek, hogy hogy milyen szegmens lehet még, vagy hogy, hogy hogyan lehet átalakítani a gépet, hol lehet még alkalmazni, mert szerintem ez tényleg óriási dolog, hogy, hogy végre egy, egy utántöltős ö, gépezet bekerült egy ilyen, ilyen óriási iparágba. Abszolút nagyon sok lehetőség van még itt a kozmetikai újratöltés oldalon. Tehát, hogy ezzel, hogy mi az arról szólókkal kezdtünk, igazából a legnehezebb technológiai megvalósítás irányába mentünk el, mert ez a, ennél a terméknél van a legtöbb kihívás az újratöltéshez kapcsolódóan. A későbbiekben, mivel nekünk a környezetvédelem az, az egy régi misszió, több, több más termékre is ki szeretnénk ezt terjeszteni, a kozmetikai, meg a háztartási vegyipari szegmensen belül. Van egy nagyon-nagyon sok know-how, amit át tudunk egy az egybe húzni más termékekre, tehát ami, ami szükséges ahhoz, hogy újra tudjuk tölteni a termékeket. Tehát a termékazonosítástól elkezdve maga a töltési mechanizmus, a gépnek a paraméterét, tehát ezt mind egy az egybe át lehet húzni, akár mondjuk samponra, tusfürdőre. Nyilván magában pont a töltési mechanizmusban lennének változások, de nagyon sok know-how-t át tudunk húzni más termékekre. És még arra kíváncsi, hogy mit látok, a, azok, mik a tapasztalataitok, hiszen azért vannak már csomagolásmentes boltok, Budapesten is már több van, mondjuk sajnos a COVID időszakok több be is zárt. Tehát, hogy miért nem használjuk akkor a csomagolásmentes boltokat, hogyha ennyit tudunk spórolni rajta, hogy, hogy mi az akkor, ami, ami mégis visszatartja az embert, hogy ezt, ezt tényleg használja? Szerintem sok olyan termék van, ami, ami még nem megfelelően elérhető csomagolásmentes kivitelben és ezért ebből kifolyólag sok vásárló megy el még mindig inkább egy drogériába, egy nagy drogéria van valamelyik üzletébe, és ott egyben intézi ezeknek a termékeknek bevásárlását, és ezért volt nekünk nagyon fontos, hogy mi nem egy specifikusan csomagolásmentes boltban kezdjük el például, ennek Aha. a terméknek az értékesítését, hanem egy olyan helyen, ahol tényleg a vásárlóknak a nagy részét el tudjuk érni. Tehát mi alapvetően abban hiszünk, hogy a környezetvédelem akkor lehet sikeres, hogy olyan megoldásokat kínálunk az embereknek, melyek minimális kompromisszummal tudják csökkenteni a saját környezeti lábnyukat. És az például már, hogy elmenjenek, megkeresik mondjuk a város másik oldalán azt a csomagolásboltot, ahol lehet mondjuk csomagolásmentes száraz dezodort vásárolni, azt mi túl nagy kompromisszumnak ítéljük meg, és ez az, ami, amin dolgozunk. Hogy talán a megszokást a legnehezebb legyőzni, és ugye itt is erről beszélünk, hogy egy megszokást inkább úgy alakítunk át, hogy ez fenntartható legyen, vagy környezetbarátabb, mint ahogy eddig. Pontosan, Abszolút. ez az, az a célunk, hogy a meglévő vásárlási rutinba tudjuk beilleszteni az töltést. Tehát ne az legyen, hogy más boltba kell elmenni, hanem a megszokott drogériába, hogyha visszamegy a vásárló, akkor csak el kell vinnie magával a kirűlt dezodorpalackát, és ott néhány lépésben újra tudja tölteni. Igen, szerintem egyébként fontos tanulság ez is, és hát nyilván a mi műsorunknak is az a legfőbb ö, irányvonal, hogy edukáljuk az embereket, és nem csak a felhasználókat, hanem, hanem azokat is, akik csinálják a, a, a és eladnak, és ö, én is végül is belegondolok, hogy mondhatom azért, fek, majdnem fekete öves vagyok a fenntartatóságban, de bevallom, hogy csomagolásmentes boltokra gondolok, akkor én is néha úgy vagyok vele, hogy fú, most tényleg elmenjek addig, hogy, hogy egy-két cuccot beszerezzek, tehát ez is szerintem egy nagyon fontos dolog, amit most elmondhatok. De hát mit is mondhatnék itt a műsor végére, hogy ö, nagyon sok sikert kívánunk Nektek, és tényleg szerintem ez egy csodálatos találmány, és, 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 és tényleg bízom benne, hogy ez, ez, ez nem csak a, a iparban fog majd kinyitni egy, egy új, új óriási kaput, hanem, hanem ennek a gépezetnek a bemutatája, bemutatája, mondtam, hogy ezekben a drogériákban is, hogyha öt év múlva visszatérünk, akkor azt látjuk, hogy teljesen átalakulta volt hogy minél kevesebb csomagolást használjunk. Úgyhogy sok sikert kívánunk nektek, srácok, Nagyon és tök, köszönjük, 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 hogy eljöttetek hozzá. És hát köszönjük szépen, hogy ezen a héten is hallgatatok minket itt a Petőfi Rádion, és hát köszönjük a nézőinknek is a grindex.hu YouTube csatornáján, hogy nézzétek a podcastünket. Jövő héten újabb izgalmas fenntartatósági témákkal érkezünk hozzátok, addig is kövessetek minket a social media oldalainkon, és természetesen olvassátok a grindex.hu-t. Sziasztok!